Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349-kor című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégem egy csodálatos balerina, Venekei Marianna. Fogadják szeretettel. Szervusz, Marianna, hogy vagy? Szervusz, köszönöm, jó. Sugárzol a boldogságtól, csillognak a szemeid. Nyilván ennek oka van. Mesélj nekem. Semmilyen különösebb oka nincsen. Szeretek jókedvű lenni. Szeretek, ha emberekkel találkozom, akiket én is szeretek, vagy barátomnak tartó. Jókedvű lenni velük, nem szeretek problémákkal terhelni senkit sem. Akkor ez azt jelenti, hogy ez alatt a röpke ismeretség alatt, amióta ismerjük egymást, mert avassuk be a nézőket, hogy a mi barátságunk nem adresszálódik olyan régre, mint sok más vendégem, tehát befogadtál a barátaid sorába? Igen. Nagy megtiszteltetés, és köszönöm. Részemről. De az az igazság, hogy ennek, hogy én meghívtalak ebbe a műsorba, ennek az az elsődleges oka, hogy igen nagy hatással vagy rám. Amit produkálsz, ahogy produkálod, az valami olyan hatással volt rám, hogy egyszerűen muszáj volt, késztetést éreztem, hogy meghívjalak a műsoromba. Nevezetesen az a darab, aminek a főszerepét játszod, illetve ami rólad szól, a Josephine Baker. Beszéljünk erről egy kicsit. Hát Josephine Baker, Mikes Lillának volt az ötlete, a Korona pódium szívének, lelkének. Josephine Baker, Gombár Juditot kérte meg jelmeztervezésre, és aztán a Judit írta a librettót is hozzá a Baker könyv alapján. Ennyi volt a bejátszás. Tulajdonképpen mi késztet arra egy balerinát, hogy megszólaljon? Kell. Kitalálják, és azt mondják neki, hogy hát akkor, ha most te vagy a Josephine Baker, akkor énekelned, és beszélned kell. És oda a balettintézetben annyi kell, és annyi muszáj van, hogy az ember azt mondja, hogy jó, megpróbálom, és meg kell csinálnom. De hát ez Baker is mondja, hogy kell. Na, de hát ez a darabból egyáltalán nem derült ki, hogy muszáj. Te ezt
Muszájnak érezted? Nem, muszáj azért volt, mert muszáj volt, mert a Béker is énekelt, a Béker is beszélt színpadon, és ezért volt muszáj. Amúgy én rettenetesen élveztem. Hát ez kiderült a darabból is. Folytatása lesz? Valószínűleg, hogy lesz. Sajnos ez anyagi függvény minden egyes előadás, hogy miképp jön létre, mert ez meghaladja a koronapódiumnak a szerény anyagi kereteit, úgyhogy itt szponzor, a nagy szponzorok problémái, mint minden színházi munka ez is. Beszéljünk még egy kicsit a darabról. Nem törvényszerű, hogy egy balerina énekel, nem törvényszerű, hogy steppel. Ez hogy jött a képbe? Hát az éneklésre megint csak ehhez a muszájhoz tudok visszatérni, és én azt mondtam, hogy jó, próbáljuk meg. Nagyon sok ideig zsákba macska volt, amíg a Gombár Judit nem hallott engem énekelni, és akkor az első zenekari próbán nyugodott meg tulajdonképpen, amikor azt mondta, hogy jó, hát ezzel nem lesz probléma. A próza az már előtte kiderült, úgyhogy azt tudtuk, hogy azzal talán nem lesz meg hát gond, és hát a balettintézetben én kaptam képzést azért. Jó, nem sokáig, és nem olyan szintűt, amit ez a darab mondjuk megkívánt volna, de azért az alapokat azért lefektették a fejembe. Bánki Zsuzsa volt az, aki. És hát a step az pedig volt nyáron, vagy lett volna egy produkció, amit bemutattunk volna, ha sikerül, és az egész nyaramat azzal töltöttem, hogy steppelni tanultam, úgyhogy azt mondta a Gombár Judit, hogy ha már tudsz steppelni, akkor mutassuk meg ezt is. Na de hát ez szerves része. Viszont bennem felmerül egy kérdés ilyenkor, hogy ez a fajta produkció, ami egy komplex valami, tehát ez egy színésznőt is komoly igénybevételnek teszi ki. Ez nálad nem pótcselekvés? Tehát valaminek a hiányát kompenzálod ezzel? De, igen. Igen, mert feles energiáim vannak, érzem. És nagyon örülök, hogyha megtalálnak egy ilyen ötlettel, vagy akár egy másik együttes. Dolgozom koreográfusokkal, fiatalabb koreográfusokkal, modern együttesekkel, nagyon szívesen, és ez mind, igen, ez mind pótcselekvés tulajdonképpen. És önmagam kifejezése talán. Igen, hát ez egy divatos kifejezés, az önmegvalósítás. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem kapsz megfelelő feladatokat az anyaszínházadban, nevezetesen a Magyar Állami Operaházban? Igen, igen, részben ennek is köszönhető. Részben ennek, részben pedig annak, hogy nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon szeretek dolgozni. Szóval kifejezetten a tánc érdekel. Az, hogy énekelnem kellett meg beszélnem, ez egy plusz dolog volt, de nagyon szeretek táncolni, és nagyon szeretek mindenféle táncot kipróbálni. Például? Hát például a step is itt volt. Már azt mondták nekem, hogy na, és akkor meg kell tanulnod steppelni, és akkor én néztem nagy kerek szemekkel, de nem fog menni, de próbáld meg, és végül is az ember, aztán így van mindenne, hogy de próbáld meg, és nézd meg, hogy milyen. Aztán úgy is rájössz, hogyha nem sikerül, vagy nem úgy sikerül. Tehát te úgy érzed, hogy hozzád ugyanolyan közel áll a klasszikus balett is, mint a modern, tehát a modern irányzatok, a modern táncok. Egyformán szeretnéd, vagy szereted? Egyformán szeretem, egyformán csinálni, csak stílusérzékből tudom tudni, egy modern baletthez ugyanolyan hosszú képzés kell, mint egy klasszikus baletthez. Hát mi 9 évet tanulunk, plusz még egyet a balettintézetben, és hát a modern az utána különböző koreográfiák révén jut el az emberhez, mert sajnos nincsen ideje, hogy a klasszikus tréning mellett és a színházi munka ellátása mellett modern órákra járjon, ahhoz tényleg, ahhoz nagyon sok, több energia kell, mint amennyi nekem van. Nagyon sok munka fekszik ebben? Már a Békerben? Egyáltalán hivatásban? Igen, nagyon sok. Napi hány óra? Hát napi, ha csak mondjuk egy átlagos napot számolok, amikor van próba, az olyan 6.
ez a napi munka, de hát a balettintézettől kezdve ez egy egész napos folyamat. Hadd kérdezem meg tőled, kik azok a koreográfusok, akikkel szívesen dolgozol? Például a Kokáért, én emlékszem, hogy én láttalak a Nemzeti Színházban is egy táncfórumon, egy modern együttessel. Az igen, is csodálatos ez a, volt. Ez a Company Art of Dance nevezetű együttes, akik most azt hiszem a budapesti balett, vagy ilyen, Budapest Balett, ezt a nevet kapták. És ott Egerházi Attila, aki amúgy nekem az Operaházban is kollégám, meg aki a Békernek amúgy a koreográfusa, ő bízott meg engem különböző feladatokkal, és amiben te láttál engem, az egy kifejezetten három operaházi táncosnőnek készült koreográfiája volt. Tehát aztán említhetném Gajdos Józsefet, hogyha most nem az operaházi koreográfusokat nézzük, vele dolgoztam rengeteget. Földi Bélával? Földi Bélával is dolgoztam, igaz, ő számot nem csinált nekem, vagyis, de nagyon sok koreográfiáját táncoltam. Hát és az Operaházban ugye adott, hogy miután a repertoárban minden darabban benne vagyok, Seregi, Pártai, Lilla, Fodor Antal, mindegyik darabjában szerepelek. És hát külön ki lehetne emelni Seregi Lászlót, akinek a Szent Iváni álomjában Hermiát megkaptam tőle, nagyon örülök neki, és nagyon szeretem. És Fodor Antalt, aki a csodálatos Mandarin lány szerepével bízott meg, ami szerintem minden balerinának a álma vágya. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy futni kezd a szekér? Nem tudom, nem tudom. Ez a két szerep, ez már azt hiszem egy olyan két évada. Az előző évadban volt a Mandarin, az az előttiben a Szent Ivánéi. Nem tudom, hogy mondhatnám ezt, hogy futni kezd a szekér. Úgy megyeget. Én még mindig nem érzem úgy, hogy fut. Nem vagy túlterhelt, ez azt jelenti? Hát túlterheltnek mindig mondható egy táncos nő, mert hiszen mindig benne kell lenni az operázba, mindig gyakorolni. Én idézőjelben értettem ezt a túlterheltséget. Nem. Nem. Nem szeretnék magánéletbe bonyolódni, de egy dolgot tudok, hogy van egy hobbid is. Nagyon szereted a kutyusokat. Igen, nagyon szeretem. Szeretem a kutyákat, ez kétségtelen. És hány gyereked van? Kettő. Kettő? Kettő. Hogy hívják a... Hát van egy nápolyi masztifom, barátommal együtt van ez a két kutyánk, akit amúgy Rogácsi Péternek hívnak, és a Közép-Európa Táncszínházban táncol. És van egy nápolyi masztifunk, akit Deriknek hívnak, a táskás szemei után a nyomozót, és van egy francia bulldog, aki pedig teljesen úgy néz ki, mint az E.T. meg a Csillagok háborújából az öreg tanítómester, a Yoda, ezáltal ez is a neve. De két kedves gyerek. Két ördög fióka, igen. Némi gonddal járnak. És ez mellett a hivatás mellett, ez mellett a leterheltség mellett, mire jut még időd? Nem sok minden, énekórákra. Ki az énektanára? Flór Máriának hívják a Madácsban. Madácsból nagyon sok színész jár hozzá, és a Rock Színházban is nagyon sokáig dolgozott. És én is innen ismerem őt. Akkor tulajdonképpen így a beszélgetésünk vége felé, én két dolgot tudok kívánni neked. Az egyik az, a kívánságom az, hogy minden szerepálmod, amire úgy vágytál, az az életben teljesüljön, mert megérdemled. Mert én hagyd legyek szerénytelen, és fogalmazzak úgy, hogy sugárzol, sütsz, feelinged van a színpadon, és megtöltöd idézőjelbe a színpadot. Nekem megjelent a kis törékeny Venekkei Marianna, és én azt hittem, hogy ez egy 180 centi magas balettáncos nő, mert olyan vagy a színpadon. Ez az egyik kívánságom. A másik kívánságom az, hogy a magánéletedben is az égvilágon mindent, amire vágysz, sikerüljön, és legyen nagyon-nagyon boldog. Ezt kívánom, és engedd meg, hogy ezt a kis figyelmességet átadjam neked. Fogad szeretettel. Nagyon köszönöm.